Csodálkozhatunk, hogy miért van rövid U-val a kút. Mire, mikor a kút, mint főnév is hosszú U, meg a, mint rövidítés, hogy képzőművészek új társaság, azt is hosszú U-val kéne írni. De ezek a drága jó elődeink 100 évvel ezelőtt ezt valahogy ezért nem voltak figyelemmel, vagy tekintettel, és rendszeresen rövid U-val írták, hogy kút. Na most remélem, ez nem fog minket összezavarni, fogjuk érteni, hogy miről van szó. Tehát a képzőművészek új társaságáról szeretnék beszélni, és na igen, amit még elöljáróban akartam, azt rájöttem, hogy egy kicsit később fogom elmondani, addig el nem felejtem. Tudjuk-e, hogy ez hol van? Annyit elárulok, hogy persze Budapesten az Eskütér valahány szám, 96, a modern kávé. Ma már nincs, tehát ez már nem létezik ehhez, de ha ma keresgélnénk, akkor hol keresgélnénk? Ott van az a jellegzetes nagy épület a háttérben, ami nem egészen így néz ki most, de lényegében megvan. Hát ha mutatok egy másik képet róla, így talán jobb, ugye a régi Erzsébet híd látszik, és aztán a Gellért hegy. Hát ez lényegében a Belgrád rakpart és a március 15-e térnek a sarka. Egész pontosan ugye ez az épület, ahol látszik az egér, a nyíl, ugye? Ott is látszik. Tehát ez a sarok, ahol járunk. Itt volt a régi modern kávéház. Itt alakult meg a képzőművészek új társasága. De hogyan alakult meg? Ugye a két háború között rengeteg társaság alakult, rengeteg művésztársaság, most csak így felvillantok néhányat, hogy volt rengeteg művésztelep Szolnokon, Nagybányán, Hódmezővásárhely, Miskolc, Szentendre, ugye ezeket ismertük, de volt Baján is, azt kifelejtettem. És persze mindenütt voltak művésztársaságok a vidéki városokban, Szegeden, sok helyen. A Benc úr társaságot el is felejtettem fölírni. Tehát rengeteg társaság volt, igazából ez volt ezeknek a társaságoknak az aranykora, ez a két háború közötti korszak. Ezek sokszor csak formális, sokszor olykor pedig jogilag bejegyzett társaságok voltak, amiknek az volt a hátrányuk, hogy a háború után ugye ezeket tényleg jogilag kellett megszüntetni, mert mindent megszüntettek a kommunista hatalom átvétel után. Na hát ebbe a rendszerbe tartozik a KÚT, a képzőművészek új társasága, ami valóban ugye 1924 tavaszán alakult meg. Itt a társaságnak a vezetőségét látjuk, akik közül talán, akinek az arcvonásait érdemes megjegyezni, ő, akire most a nyilat szegezem, középen ül, egy ilyen szép markáns, olyan kun arcú figura, Vaszary János. Nos, mi volt ezeknek a művésztársaságoknak a célja, hogy hát a hasonló gondolkodású, hasonló ízlésű művészeket összehozza, és bizonyos értelemben a közös kiállítási platform az nagyobb jelentőséggel bír, mint hogyha egyénileg próbálkozna valaki itt-ott bemutatkozni az alkotásaival. Ugye, ha tegyük föl valakinek, az lenne a mániája, hogy pókokat fest, akkor lehet, hogy nagyon nehezen találná meg a helyét, vagy a figyelmet egy adott kiállításon. Viszont, hogyha megalapítaná a pókfestők társaságát, akkor már is összegyűlne egy klassz kis csapat, és azzal már egy tekintélyes produkciót lehetne a nagy közönség elé vinni, ami nem biztos, hogy ettől érdekesebb lenne, de minden esetre valamilyen módon azért súlyt adna ezeknek a szokatlan egyéni kezdeményezéseknek is. Na most, két világháború között megvolt az a tragikus helyzet, hogy egy új országot kellett gyakorlatilag csinálni Trianon után. Tehát mindennek sokkal nagyobb jelentősége volt. Ha alakítunk egy művésztársaságot, akkor annak az volt a jelentősége, hogy összefogjuk a maradékot, aki van. Ugye nyilván nem számíthatunk a kolozsvári testvéreinkre, meg a eperjesi festőkre sem. Tehát egész másképp rendeződött a művészeti élet.
Azt is tegyük hozzá, hogy az úgynevezett modern, vagy progresszív, vagy avantgárd művészet, aminek ugye a nagy korszaka a 20. század elején kezdődött, a nyolcak színre lépésével, az aktivisták, az avantgárd különböző irányzatainak a színre lépésével. Tehát ennek a társaság, ezeknek az alkotóknak egy nagy része, tehát 1919 után emigrált. Ezek jobbára baloldali művészek voltak, sokan hozzácsapódtak még a Tanácsköztársasághoz is, aktivisták voltak, ilyen-olyan hivatalokat vállaltak, jobbnak látták, ha eltűnnek 19-ben, és a magyar művész emigrációnak ugye volt egy nagy csatornája, először Bécs, ahonnan sokan mentek tovább Berlinbe, és hát voltak, akik rosszul választották meg az útirányt, mint például Ferenczi Noémi, vagy Újic Béla, vagy Mészáros László, akik hát a Szovjetunióba mentek, és onnan nem mindenkinek sikerült épségben, egészségben hazatérnie. Tehát komoly megpróbáltatások vártak rájuk. Na, tehát, tehát emigrációba vonultak a művészek, viszont még mindig maradtak itt elegel, mindenki nem vonult emigrációba. Ez az egyik. A másik pedig, hogy 1927-től ténylegesen normalizálódott a belpolitikai helyzet, gazdasági meg minden értelemben, tehát nagyon sokan visszatérhettek. Igazából 27 után már akárki hazajöhetett, tehát a Kassák Lajostól kezdve a Derkovics Gyuláig mindenki, és haza is jöttek, és alkottak nyugodtan tovább. Szóval igazából a 20-as évek közepétől érett meg arra a helyzet, hogy tulajdonképpen minden számba vehető kvalitást fel tudtunk mérni, nem maradt külföldön tulajdonképpen senki, tehát hazajöttek a legmodernebb szellemű alkotók is, nagyon kevés kivételtől eltekintve, és tulajdonképpen újra lehetett kezdeni a megszakadt, modern vagy progresszív művészetnek az építését. 1924-ben Vasari János fogalmazta meg tulajdonképpen a KUT-nak a programjában azt, amit most idézek, az elejtett fonalat ott vesszük fel, ahol elszakadt. A KUT nehéz viszonyok között az első tömörülés, mely félre nem érthető szándékkal a haladó művészi ízlésben az együvé tartozást, mint keretet és konszolidálást keresi. Néha úgy érzem, hogy értem ezeknek a régieknek a szövegeit, néha meg úgy érzem, hogy nem értem. Tehát Vasari János is egy elég értelmes ember volt, de tulajdonképpen, ha elolvasom, ez egy érthető, viszonylag érthető mondata volt, de azért, ha elolvasom az ő művészeti írásait, akkor sokszor úgy érzem, hogy ez valami bluff, ez valami mellébeszélés. Tehát egyszerűen nem világos, hogy miről beszélünk. És megmondom, hogy milyennek az egésznek a titka. Nagyon szeretjük, szerették az őseink is, meg a művészettörténész kollégák is, meg az egyetemen is. Olyan könnyedén használtuk mindig azt a szót, hogy haladó művészet, meg progresszív művészet, hogy a végén tulajdonképpen el is felejtettük, hogy ez mi a fenét jelent. És egyáltalán jelente valamit. És ennek nevében lehetett ugye bizonyos művészeti irányzatokat kiiktatni, azt mondani, hogy nem elég haladó. De hova halad? Hova halad a művészeti irányzat? Hova halad a művészet? Ugye, hogy a Kádár János idéztem, ez egy kedvenc igéje volt a halad, hogy a hazánk, ugye a Magyar Szocialista Népköztársaság, nem is tudom, határozott léptekkel halad. Mert halad a szocialista fejlődés útján. Ugye ezt mindig így mondta, hogy halad, mert halad. Tehát haladtunk szépen. Mi a haladó művészet? És még ma is használják. És engem egyre jobban kirázza a hidegettől, és én nem is használom, bár bevezetőben használtam, de senkinek az arcán nem láttam, hogy fölkapta a szemöldökét még egy ilyen progresszionista figura. Szóval én azt gondolom, hogy mit értettek ők azon, hogy progresszív művészet? Nyilvánvalóan onnan haladó, onnan progresszív, hogy egy kicsit mindig tovább lép azon, mint amit addig csináltak. Tehát semmiképpen sem egy követő, utánzó művészet, hanem mindig csinál valami újat. Ebben valóban érezhetjük azt, hogy van némi haladás.
Másrészt pedig azt is gondolom, hogy azt gondolták progresszív művészetnek, ami valamilyen módon az avantgárd irányába mozdul, tehát aminek mindig van egy kis szociális tartalma is. Tehát nem csak az, hogy szép képeket festünk a falra, és uraim, ékesítsük fel a villáinkat és a proletárok otthonát szebbnél szebb festményekkel, hanem az, hogy valamilyen módon a művészettel formáljuk át a társadalom gondolkodását, a jövőről való gondolkodását, meg a művészetről való gondolkodását. Ugye ebben sok agresszivitás, sok érthetetlen dolog van, és minél inkább társadalmilag radikális egy művészet, én azt vettem észre, annál kevésbé érthető. Tehát annál inkább elvont, annál inkább sémákról és képletekről beszél, és azt a úgynevezett klasszikus műélvezetet, hogy de csodálatos ez a csendélet, ugye ezt hiába keresnénk ebben az egész rendszerben. Tehát azt gondolom, hogy ugye a progresszív művészet az valami ilyesmi, ami valamilyen módon a modern művészetnek a szinonimája, és mindig aki beszél róla, az a kedve szerint kisajátíthatja, és például ebben az értelemben Fényes Adolfot, Rudnai Gyulát, Abba Novák Vilmost, azt nem lehet progresszív művésznek nevezni, miközben pedig azt gondolom, hogy rendkívül tartalmas és komplex alkotásokat hoztak létre ők is, amik nélkül az egész korszakot nem érthetnék, és van olyan érzés, van olyan, amit csak a Rudnai Gyula tudott elmondani, vagy csak Abba Novák Vilmos tudott elmondani, anélkül, hogy a progresszivitással kacérkodott volna. Vasarinak megvolt az a, hogy mondjam csak, bátorsága, hogy ő saját magát is progresszívnak gondolta, miközben, hát úgy érzem, hogy ő is egy zseniális figura volt, de sokszor, hát olyan sok-sok üres járat és tetszetősség és felesleges kör van az ő festészetében, tehát egy nagyon nagy hatású tanár volt. Na, tehát ez csak egy kitérés, ugye, hogy ott vesszük föl a fonalat 24-ben, ahol elszakadt, hol szakadt el a forradalmakkal, amikor egy csomó művész kiment, de most újra itthon vagyunk, és akkor nézzük meg, gyűjtsük össze a különböző modern irányzatokat. Hogy hogyan alakult meg, ugye itt ebben a bizonyos kávéházban jött létre, amiről beszélek, a kút története, azt nagyrészt Kopócsi Anna kolléganőmnek a tanulmányaiból ismerem. Tehát ő nagyon alaposan feldolgozta a doktori disszertációjában, meg különböző tanulmányokban, egyes művészekről szóló cikkeiben a kút történetét, tehát nem akarok az ő más tollával ékeskedni, de meg kell jegyeznem, hogy nagyon sokat tanultam az ő írásaiból. Szóval például őtől olvastam, ugye, hogy nem egészen világos, hogy hogyan alakult meg a kút. Ezt azért érdemes idéznem, mert ez nagyon jól mutatja ezt az egészet. Márfi Ödön szerint a kezdeteknél Vasari János, Kmetti János, Rózsa Miklós, és ő maga volt jelen a Márfi. Rózsa Miklós egy műgyűjtő, művészet szervező volt, most zárójelbe teszem csak. Borna Missza Géza cáfolja, hogy Rózsa ott lett volna már akkor, állítása szerint csak Vasari és egy másik festő, de nem tudja, hogy kicsoda hozták létre a társaságot. Ernst Endre, aki a műgyűjtő és múzeumalapító Ernst Lajosnak volt a fia, szerint Vasari és Borna Missza véletlen találkozása alkalmával született meg a kútnak a létrehozásának az eszméje. Szóval a magyarán lényegében nem egészen tudjuk, hogy ez most hogy is történhetett, de egy biztos, hogy 24 tavaszán volt a Eskütőri Modern Kávéházban. Ha élne még a régi személyzet, meg lehetne kérdezni a főurat. Nem elégszik, hogy mikor alapítottak itt egy művész egyesületet. Szóval nagyon jó lenne néha visszaröppenni az időbe, és akkor ezt így tisztázni. De egy biztos, hogy Vasari ott volt a középpontban. És persze az egész kútnak volt egy tiszteletbeli elnöke, Ripper Rónai József, aki akkor már ugye egy 60 pluszos művész volt, tulajdonképpen a Vasari is már 60-hoz közelített, ugye 67-ben született,
Szóval a Ripley, mindenki, a Ripley Rónait mindenki elismerte, egy kikezdhetetlen szaktekintének, mester, Józsi bácsi, nevezzük akárhogy, legyen maga, legyél te az elnök, és a Ripley azt mondta, hogy jó van, fiaim, rendben van. És ez látszólag jól is kezdődött, és akik létrehozták ezt az egész társaságot, a törzs tagok, akiket ugye bevettek a csapatba, hát ezt csak felolvasom, hát ha beugrik egy-két művész, Beck Őfülöp, szobrászművész, Bornemissza Géza, Cigány Dezső, Egri József, Kmetti János, Kosta József, Kozma Lajos, a butortervező, belső építész, Márfi Ödön, Meggyesi Ferenc, a szobrász, ugye, Perlott Csaba Vilmos, Szobotka Imre, Szőnyi István. És a tagok mellett ilyen meghívott tagként persze odavették Abanovák Vilmost, Czóbel Bélát, Pálcai Pált, meg sok mindenki más. Tehát ha ezeket itt egymás mellé raknánk, azt mondanak, ez egy nagyon eklektikus névsor. Ez nagyon stílusban egy nagyon széttartó egység. De ez igaz is, a kútnak pont ez az egyik jellemző tulajdonság, ami már mindjárt itt az elején megelőlegezem, hogy nem volt egységes stílusa. Lényegében, ahogy a címben is mondtam, a minden összeért, mindenkit, akit egy kicsit is modernnek gondoltak, vagy annak érezte magát, az bevették a kútba, aminek voltak ugye gyűjtői, támogatói, tehát voltak tagdíjak, tehát volt valami jövedelmük is, és ezt egy időben díjakat is tudtak osztogatni. Hogy mit állítottak ki, a törzstagok képezték a zsűrit, és akkor aki a kútnál akart kiállítani, megnézték, hogy ez jó lesz-e, nem lesz-e jó, és így alakultak ki az első kiállítások, ugye 1924-ben végül is már megnyílt a kút első kiállítása az Ernst Múzeumban, amint látjuk, ugye ez az a kiállító kör, akit az előbb is említettem, nem, kiegészülve még Vedres Márkkal és Vaszari Jánossal. Így nézett ki az első csoport kiállításuknak, itt is rövidúval írták, ugye? A katalógus címlapja. Hogy mi volt ez az egész kút, erre majd egy kicsit később visszatérek, és most azt szeretnék, arról szeretnék beszélni, hogy ki volt Vaszari János. Mert végig gondoltam én ezt a most már lassan a második éve tartó előadás sorozatomat, ahol különféle metszetekben néztük meg a két háború közötti magyar művészetet, és még fogjuk is nézni, és arra jöttem rá, hogy a korszak egyik legbefolyásosabb művésze, Vaszari János, az sehova nem illeszkedik bele. Tehát azt nem, egyik metszet sem érinti Vaszari Jánost, miközben egy kikezdhetetlenül nagy tekintélyű művész volt. Csak annyit mondok, hogy amikor 1920-ban Benczúr Gyula meghalt nyáron, akkor ugye azon morfondíroztak, talán Elek Artúr a nyugat kritikusa, hogy mi lesz most? Ki fogja betölteni azt a helyet, amit Benczúr töltött be ugye a régi művészet idején? Ő volt ennek a nagy akadémikus tradíciónak ugye a legjelentősebb képviselője, egy kikezdhetetlen tekintély. És akkor azt gondolták, hogy talán Vaszari János lenne ilyen integráló személy, aki egy egész korszaknak megadja az arculatát, bár azt mondják, hogy Vaszari még egy kicsit fiatal ehhez, mondták az 53 éves Vaszariról. Valaki ennyi idős korában már nem is él. A Vaszarit meg még úgy érezték, hogy még azért még nem a nagy öreg, de egy-két éven belül tulajdonképpen a nagy öreggé vált Vaszari János. Tehát most mielőtt néhány kutas problémáról beszélnék, hadd beszéljek Vaszari Jánosról. Mert a két háború közötti magyar művészetet egyszerűen nem lehet Vaszari János nélkül tárgyalni. Kaposváron született, és az ő nagybácsikája volt Vaszari Kolos, a későbbi esztergomi érsek, ami igazából csak annyit jelentett a fiatal Vaszari számára, hogy a nagybácsikával ő bejárta Rómát, megnézték a műemlékeket,
talán a nagybácsi révén kapott egy-két egyházi megrendelést, de én azt gondolom, hogy Vasarit nem a nagybácsi tette nagy művészé, hanem ő saját maga. Ugye, amikor egyszer az Őrsi Istvánnal olvastam egy interjút, és azt mondta, hogy behívatta őt az Acél György, és azt mondta, hogy Őrsi, én nagyírót csinálok magából, hogyha mit tudom én ezt és ezt csinálja. És azt mondta neki az Őrsi, hogy acélleftárs, ha én nem tudok magamból nagyírót csinálni, akkor maga se. Tehát ebben igaza volt, ez egy roppant bölcs válasz, tehát azt gondolom, hogy Vasari sem a hercegprímás miatt lett nagy művész. 1880-90-es években ilyen naturalista képeket festett, de azért valljuk be őszintén, ezek nagyszerű képek. Tehát ezeket egy nagy tudású festő alkotta meg. Ez a kislány ugye ilyen paradicsomoskossárral, vagy a búcsú, elviszik a legényt katonának, stb. De nagyon-nagyon szép képek, és ha Vasari életműve itt megállt volna, akkor is azt mondhatnánk, hogy volt egy zseniális festőnk a naturalizmus stílus korszakában. Az egyik egyházi megrendelése, egy korai egyházi megrendelése ez a Golgota kép a balatonfüredi kerektemplomban. Valószínűleg sokan voltunk már ebben a kerektemplomban, de lehet, hogy még nem figyeltük meg. Ez a jobboldali oltár fölött van, tehát nem a főoltárnak a képe, de ez egy Vasari János oltárkép az 1890-es évekből. Aztán ugye 94-ben ő kint van Párizsban, elkapja őt is ez a modernizm, a szecessziónak a szele, de érdekes módon, hogy ez a kép, ez a párizsi nő, ez úgy egyedül áll az életműben, ezt a stílust utána gyorsan elengedi, és akkor születik meg talán az egyik legizgalmasabb képe 1898-ban, az Aranykor. Ez a magyar szecessziónak az egyik, hát mondjuk úgy, hogy fő műve, nagyméretű kép, az állam egyből meg is vásárolta a képet, és csak mondom, hogy a keretet is Vasari János tervezte, ami szervesen ugye illeszkedik a kép tematikájához. Aztán a 20. század elején van egy úgynevezett fekete korszaka, többnyire aktokat, meg csendéleteket fest, de ezek fekete-szürke szín harmóniákban. Ekkoriban ismerkedik meg későbbi feleségével, Rosenstein Máriával, Rosenstein Mimivel, aki egy Nógrád megyei birtokosnak a leánya, tehát így aztán vannak erős bekötései Nógrádhoz Vasarinak. Ez Mimi egyik korai portréja a Kecskeméti Múzeumban. Nagyon szép, nagyon sok képet festett feleségéről. De mindeközben Vasari kiváló grafikus is volt, tervezett kotta címlapokat, illusztrált könyveket, készített plakátokat, egy időben a műcsarnok kiállítási katalógusainak a borítója is Vasari terveivel jelent meg. Ez az Omnibus című litográfiája, amit akárhogy is vesszük, ez egy zseniális mű. Tehát ezt az 1900 körüli években a világ bármely pontján, mint modern műalkotást lehetett volna eladni és gyönyörködni benne. A gödöllői művésztelepnek a előjöttével Vasari iparművészettel is elkezd foglalkozni, tervez szőnyegeket, amiket Gödöllőn szőnek le, és hát ugye ismerjük ezeket, tehát ezek nagyon-nagyon szépek, egy-két példány van belőlük, felbecsülhetetlen értékűek a magyar iparművészet szempontjából, talán ez a legszebb, ez a juhász bojtár, amit el tudnánk képzelni, egy ilyen monument, akár akkorában is, mint ahogy azon a falon látjuk kivetítve, de hát ki kell ábrándítani a kedves hallgatóságot, mert ez a szőnyeg ez ilyen kicsi. Tehát a gyerekágy fölé falvédőnek esetleg el lehetne helyezni. De ugye az a lényege a monumentális művészetnek nem az, hogy nagy, hanem az, hogy bírja a nagyítást. Tehát, és Vasarinak a látásmódjában pont az volt a zseniális itt ezen a szecessziós művein, hogy valójában ezeket föl lehetett volna húzni akármekkora méretre. És ezek nagyon-nagyon jól mutattak volna. És az a baj, hogy nagyon kevés, egyetlen egy állami megbízatása volt. Vasarinak a Tihanyi, ugye ilyen halbiológiai intézetnek a nagy freskó sorozata, vagy falkép sorozata, amik meg nincsenek meg, pedig azok óriási méretű képek voltak, és ismereteink szerint valahogy azok eltűntek. Nógrádi búcsúsok 1905-ben, ekkor már megjárta Franciaországot,
meg Spanyolországot, és ő maga ebben az időben impressionistának tartotta magát, mert hát nyilvánvalóan a benyomások, meg ezek a gyors, hogy mondjam, csak élmények rögzítése foglalkoztatta őt. Ez egy nagyon izgalmas kép, ez a, ez a reggel, vagy reggeli, vagy valami hasonló a cím. Egy érdekes az egésznek a kompozíciója, a tér szerkezete, ugye ez a kislány egészen az előtérben van, és akárhogyan nézzük, de úgy néz ki, mint egy ilyen kis vadállat. Tehát tulajdonképpen, hogyha nagyon közel megyünk a képhez, akkor ez a kislány megharap minket. Tehát ennek van egy ilyen furcsa, van benne egy ilyen furcsa agresszivitás. A képben hátul nyugodtan kávézgatnak, sütéznek a szülők, meg mit tudom én. Egy kicsi meg túlmerészkedett a kerítésen, de ez egy izgalmas. Hát pont ez adja meg az egész képnek a feszültségét és izgalmát. És hát persze ugye a színesebb, színpompás, gazdag, tényleg azt mondom, hogy lehengerlő vizualitású kompozíciók legkülönbözőbb stílusokban. Vasari néhány évenként változtatta a stílusát, nagyon, hogy mondjam, csak cizellált szem kell ahhoz, aki fölismeri a 30-as évek Vasari képeiben az 1890-es évek Vasariát. Tehát hihetetlen gyorsan, szinte kaméleon módra változtatta a stílusát, és néha szinte modernebb volt, mint a nála egy generációval fiatalabbak. Hát ez a feleségéről készült két kép. Itt egy részletet mutatok a macskás nőből, plusz a macskás nőt. Ugye ezek nagyon izgal, meg a nő orgona, orgonákkal. Hát ezek is ugye a magyar szecesszió szinte utolérhetetlen alkotásai. És akkor a 20. század elején elkezd ilyen kubista-szerű dolgokat csinálni, amikor a nyolcak is próbálkoznak ezzel, és azt látjuk, hogy a Vasari ezt sokkal jobban megérti, mint az akkori 20-30 évesek, akik kimennek Párizsba, Picasso-hoz, meg mit tudom én, mindenkitől próbálnak valamit tanulni. Vasari pedig ösztönösen azt, hogy a kubizmus, a divat, akkor én megmutatom, hogy hogy kell csinálni, fiúk, felkiáltással, ugye, megmutatja, de hát szerencsére Vasariból nem lett kubista festő, de hát ezt bárki megirigyelte volna nála 20-25 éve fiatalabb festők közül ezeket a rajzokat, amik 1909-10 körül készültek, tehát tulajdonképpen a magyar avantgárda nyolcak fénykorában. Ez egy falkép terve, a Lázár feltámasztása, kicsit ilyen bizánci stílusraban mutatja meg ezt a bibliai jelenetet, fantasztikus darab, kár, hogy ebből se lett semmi. Ez egy, mondom, egy falkép terv. Ilyen szép lenne, ha ez meg lenne valahol az egykori művészház falán. Vasari volt az, aki az első világháborúban tulajdonképpen végig küzdötte mind a négy évet, persze nem front katonaként, hanem haditudósítóként, és nagyon-nagyon szép egység vagy sorozatot alkotott az első világháborúban is. Vannak színes képei, vannak ilyen egészen drámai diópác, meg tus rajzai. Ez is egy ilyen dió pác kép, hogy a döglött lótetemek fölöttük varjak. Azt látjuk, hogy nagyon kevés eszközzel nagyon sok mindent ki tud fejezni. Tehát ez tényleg azt mondom, hogy egy zseniális mű. Amikor azt mondom, hogy egy gesztusban minden benne van. Amikor egy énekes mondjuk úgy tudja kiejteni azt a szót, hogy amore, hogy abban minden benne van. Vagy amikor egy zongorista úgy üt le egy akkordot, pont annyi szünettel, pont olyan hosszan, amikor azt érezzük, hogy eljutunk a tetőpontra, nem is kell az egész művet meghallgatni, az az egy akkord, az az egy szó, ahogy megszólal az operában, abban minden benne van. Hát valahogy ezt érezzük Vasarinak is ezekben a háborús rajzaiban. Nagyon-nagyon szépek, nagyon erősek, ahogy ezt szokták mondani, de hát festett képeket és nagy olajképeket, hát ezek a vonuló hadifoglyok, katonák, a jó ég tudja micsoda, hogy egy masszába olvadnak, ugye a hideg, sötét tájban, tényleg egy megrázó erejű kép, és aztán ugye hát különböző emberek, hadifoglyok, külföldiek, hiszen Vasari járt ugye Boszniában, a boszniai fronton, járt a keleti fronton, rengeteg zsidót festett, akikkel találkozott, meg ezeket a
boszniai figurákat, érdekes tájakat, döbbenetes erejű képek, és az első világháború után ugye egy új tematika foglalkoztatja őt, hát ezt tavaly, vagy nem is tudom, mikor kezdtük az előadásunkat, azzal a jobboldali golgotásképpel indítottam, ahol piros-fehér-zöldek, ugye Krisztusnak a sebei. Tehát a Golgota egy nagyon komoly téma lesz az ő festészetében Trianon után, de hát ezt különösképpen nem is kell magyarázni, ugye, hogy ez tényleg egy katasztrófa, egy nem is tudom, egy áldozat és egy szenvedés volt a magyarság részéről, ami történt velünk, ugye a trianoni békeszerződés következtében. Nehéz volt ezt másképp kifejezni, mint ezekkel a bibliai szimbólumokkal vagy párhuzamokkal. Szóval sokáig foglalkoztatja őt a Golgota témája. És akkor itt is a vonuló katonák háttérben lángol, vagy fölrobban valami, igazából nagyon festői az egész. Tehát, hogy a Mennyánszky László mondta, hogy azért a háborúnak a szörnyűségei mellett látni kell az esztétikumát is. Ma ugye nem szeretünk, mert pacifisták vagyunk, és azt mondjuk, hogy fú, miről beszél. Bármilyen szomorú és bármilyen tragikus, de van ilyen. Ami nem azt jelenti, hogy keressük a háborút, és csináljunk háborút, hogy gyönyörködjünk benne, hanem azt, hogy van ilyen, sajnos, és ezt nem kell nyilvánvalóan szégyelni. És itt is azt látjuk, hogy egy festőművész az egy festői témát talál abban, hogy egy város porig ég, ami egyébként egy elég szörnyű dolog lehet nyilvánvalóan, a katonák, az emberek meg menekülnek. Vasari Kolos H. Prímás bíbornok, 1915. szeptember 6. B. Füred. Ugye Füreden halt meg Vasari Kolos, ez őt ábrázolja a Ravatalon. Ő építette azt a bizonyos Vasari villát, ami majd egy nagyszerű kulturális intézmény Balatonfüreden, tehát nem a Vasari Jánoshoz kapcsolódik, hanem a Vasari Koloshoz. Őt lemondatták még korábban, tehát ő nem szolgálta ki a bíborosi idejét élete végéig, hanem valamikor a 10-es évek elején átvette tőle a bíborosi stallumot, talán a Csernok János, de ebben nem vagyok teljesen biztos. Szóval ez volt a nagybácsi, Vasari Kolos. És aztán a 20-as években van megint egy fekete korszaka, amikor többnyire csendéleteket és aktokat fest, nagyon drámaiak és erőteljesek ezek a képek. A mai műgyűjtők mégsem ezt szeretik, hanem a világosabb képeket, holott szerintem Vasarinak ez az egyik legjobb korszaka, amikor ilyen képek születnek. Tényleg csodálatosak és fantasztikus erő van bennük, és azt gondolom, hogy ez a szürkeség, a szürkére hangoltság és a szürkéből felvillanó színek, azokban mégiscsak benne van az a Trianon utáni érzés, hogy keressünk valami szépet is ebben a sötét és komor világban. Aztán hamar túltette magát rajta nyilván, tehát a 20-as évek közepétől kezdve Vasarinak van igazából egy világos periódusa, ahol strandolókat, csendéleteket, nagyvárosi szituációkat fest, nagyon könnyeden, nagyon elegánsan, nagyon szépen, a korszak egyik divatos és drága festője lesz. Ráadásul a Vasari név is jól cseng, hiszen ott van a családban a Vasari Piri nevű színésznő, van egy Vasari János és egy Vasari Gábor nevű író, akik megint csak ugye a korszaknak valamilyen módon a sztárjai voltak. Tehát azt mondani, hogy egy Vasari az igazából a minőség garanciája volt. És ahonnan ő a képeit hozta, ugye Miramare, Rapallo, Alassio, az olasz Riviera, Ligur, vagy az Adriai Rivierának a partjai, ezek is ugye az európai, hogy mondjam csak, elitnek a kedvelt nyaralóhelyei voltak, és ő is rendszeresen megfordult ezeken a helyeken. Tehát egy jó sugárzása van a Vasari képeinek. Kimegy Párizsba 925-ben, és gyors akvarelleken rögtön színházi jeleneteket, énekesnőket, mesztingettet, ugye, akiről még a magyar sanzonok, meg kuplék is szólnak.
különböző lokálok, talán bordélyházak dolgozóit örökíti meg, ilyen nagyon könnyed, virtuóz, vibráló, és mondjuk azt, hogy nagyon-nagyon modern stílusban, tehát nagyon tetszetősen. Lehet, hogy azt gondolnánk, hogy kicsit könnyeden, de hát erre azt szoktam mondani, hogy a könnyedséghez nagyon nagy tudás kell, ugye? Tehát a könnyedség az nem azonos a könnyűséggel. Szóval ez valahogy ez van a Vasari képei. Még a színes ceruzával is zseniális dolgokat produkál, persze hol Alassióban, ugye az olasz Rivierán. Néhány ilyen kép. És ahogy öregszik a Vasari, úgy lesz a palettája egyre világosabb, és egyre színesebb, és egyre derűsebb. Tehát nem azt látjuk, hogy vén fejjel már csak ugyanazt monotonan ismétli, és jut el a teljes összeomlásig, hanem egyszerűen szinte a festészetében él, és ezek az egyre szellősebb, levegősebb, színes képei, ezek az öregkori Vasarinak az alkotásai, tengerparti képek, és ezek azok, amikért a mai műkereskedelemben, a mai aukciókon olykor még 100 milliókat is fizetnek. Szóval végül is ez a legértékesebb része az életműnek, amiben születnek ilyen egészen furcsa art dekós ízű kompozíciók, mint a morfinista, ami egy ilyen morfiumtól elkábult nőnek a vízióit jeleníti meg, Buddha fejjel, fekete alakkal, színes fényekkel, felhőkarcolókkal, a nagyváros milliójével, vagy ez a nagyvárosi fények, ez is egy különleges kép, ugye, hát nem lehet pihenni egy ilyen városban, tárva nyitva az ablak, és képzeljük el, hogy ki is az, aki itt fekszik. Teljesen ruhátlanul egy fiatal hölgy, viszont van rajta egy magas sarkú cipő. Tehát így egyikünk se szokott aludni, nyilvánvalóan nem csak a nők, férfiak se. Értsünk sima utcai cipőt, ugye, én legalábbis még soha nem próbáltam ki. Tehát ez valószínűleg egy ilyen nagyon, hogy mondjam, csak korhatáros lebújnak a táncosnője, lehet ez a szépség, aki adott pillanatban egy kicsit kifújja magát, mert nyilván egy nagyon fárasztó munka, de ezt a világot senki nem tudta megragadni ilyen könnyeden és ennyire érthető módon, mint Vasari János. Ugye? Tehát érti a modern világnak ezt a lüktetését, az egyik kiállítási katalógusában meg is fogalmazta azt, hogy a modern világ az a repülőről, a rádióról, meg az automobilról fog szólni. Hát a sok mindenről szól. És persze ezek a divatos filozófiák, buddhizmus, a morfinista nők, prostituáltak, kifestett köröm, egyébként meg teljesen pucérok vagyunk. Szóval ezek ilyen nagyon bizarr szituációk. És aztán egy óriási sorozat a pesti Dunakorzóról, háttérben a budai vár, ugye ezek a képek, ezektől ma, a mai műgyűjtők is megvesznek. Ez a kép, ez talán majdnem 200 millió forintért kelt el egy pár évvel ezelőtt valamelyik árverésen. Szóval ez a késői Vasari, ez már az a korszak, amikor ő a kútban töri a fejét, és beszél ugye a progresszív művészetről, és hogy egyesíteni és fölvenni a megszakított fonalat. És aztán nagyon szép tájképek, park kertek, előkelő budai villák úri hölgyei beszélgetnek. Pámi Mikém, és mondjad, mi volt a Jánosra, ne mondd, tényleg. És akkor így tovább ezt megbeszélik ebben a gyönyörű ápolt kertben, és aztán mennek uzsonázni, vagy 5 óra egy teára, vagy mit tudom én. És persze várják a férjüket haza, aki minden körülmények között az operában volt. Ahogy azt a Ippolita lakányból már hallottuk. Szóval ez nagyon szép, és ezt nagyon szereti a mai műgyűjtők világa, a mai műgyűjtő közösség is. És bármilyen furcsa, ez Vasari utolsó képe. Én szerintem úgy halt meg, hogy azt gondolt, hogy ez majd olyan lesz, mint egy egyszerű, mit tudom én, influenza, aztán majd túltesszük rajta magunkat. De hát nem volt még olyan öreg, 72 éves volt, tehát akár még egy 15-20 évet is élhetett volna, teljesen mindegy, de lényeg az, hogy ereje teljében halt meg, és azzal a derűvel és optimizmussal, ahogy egészen addig élte az életét.
Tehát ez volt Vaszary János, nyilvánvalóan, hogy nagyon sokat számított az ő jelenléte a fiatal művészek számára. Vaszary egyébként tanár is volt a képzőművészeti főiskolán, rengeteg kiváló növendéke volt, hogy csak az utódok közül említsek olyanokat, mint Kornis Dezső, Hinc Gyula, Bene Géza, meg a jóik tudja, még nagyon sok mindenki más. Sőt, egy időben még a Batthyány Gyula is járt hozzá, pedig a Batthyány hát azért idősebb volt, mint az ő tanítványainak a nemzedéke. Szóval 924 és 25 az első két KUT kiállításnak az időpontja. Ekkor azonban már, ugye ez a második 925-ös újság, a hét képzőművészeti eseményei, képek ugye a KUT kiállításából. Rémlik, hogy a Márfinak ezt a pipázó emberét is valahol láttam, de mégse találtam meg a képet. Amire egészen biztosan emlékeztem, az a Ripley Rónainak a Kövezik a Kaposi utcát című képe, ami szerencsére megvan, tehát ezt így meg tudom mutatni. Szóval az újságok is hírt adtak a KUT kiállításairól. 1925-ben azonban már egy nagyon érdekes fordulat történt. Addigra létrejött egy másik művésztársaság Vaszary növendékeiből, az Új Művészek Egyesülete, UME. 25-ben ők együtt állítottak ki a KUT-tal, és Vaszarynak később az volt a szándéka, hogy a KUT az kompletten ugye vegye be az UME növendékeket a tagjai köré, miközben a KUT vezetősége, Márfi Ödönnel, meg a másokkal, ők azt mondták, hogy nem, itt egyéni elbírálás van, jelentkezzen a művész, és majd a törzstagok akkor eldöntik, hogy fölveszik-e vagy sem. Nehéz kibogozni, hogy mi vezetett Vaszary és a KUT közötti szakításhoz, de az biztos, hogy 927-ben Vaszary vette a kalapját, és azt mondta, hogy köszönöm, ennyi volt. Én elolvastam ma az Est című újságban egy interjút Vaszary Jánossal 927-ben, hogy miért hagyta ott a KUT-at. Egy hosszú interjú, és megmondom őszintén, nem derült ki belőle semmi. Tehát a Vaszary össze-vissza halandzsázott, hogy így progresszív művészet, meg úgy jön, meg minden, és kész, és semmi. Semmi nem derült ki belőle. Egy biztos, hogy Csók István is az ott, hogy ha a Vaszary megy, akkor én is megyek, ő is fölállt. Akkor ugye szóvá tették, hogy a KUT tájékán recseg, ropog minden. Erre a KUT vezetősége 27-ben megírta, hogy semmi baj nincsen, a vezetőség a helyén van. Csók István nem volt tag, csak egy ilyen tiszteletbeli dekoráció volt, tehát bármikor eltávozhatott közülük. Úgyhogy a KUT életében Vaszary távozása egy mondjuk úgy, hogy látszólag egy törést okozott, de mégsem okozott semmiféle komolyabb fennakadást, mert azok a művészek, akik korábban kiállítottak a KUT-ban, azok ugyanúgy ott voltak. Sőt, egyre bővültek, és az idők során mintegy 300 olyan névvel találkozunk, akik valamikor hosszabb, rövidebb időig, egyszer vagy kétszer, de kiállítottak a KUT keretein belül, akár a magyarországi, akár a külföldi kiállításokon. Mert ahogy múltkor említettem, hogy a Szinyei Mersepál Társaság 25-ben áttörte a falakat, és sikerült külföldre is vinni a magyar művészetet, tehát tulajdonképpen megtörni azt az átkot, hogy Trianon után senki nem állt szóba velünk, olimpián se indulhattunk, stb. De 25-től ugye Európa visszafogadott minket, miután kivégeztek minket, akkor elismerték, hogy hát ha végig is túléltük, akkor lehet, hogy van jogunk még ott egy-két dologra. És akkor ennek hullámában aztán a KUT is tudott külföldre kiállításokat szervezni. Szóval ez volt az egyik, tehát az UME jelenléte a KUT köreiben, és a másik, ami egy nagyon markáns vonulatot képviselt a KUT-nak a világában, ahogy említettem, Vaszary növendékeinek a csoportja. De itt egy nagyon fontos dologról kell beszélni, hogy Vaszarynak rengeteg női tanítványa volt. Olyanok, akikről ma igazából alig-alig hallunk. Ennek több oka van. Egyik az, hogy ezek majdnem mind külföldre mentek. 20-as években Párizsba, Berlinbe, New Yorkba, ott is haltak meg. Az életművükből nagyon kevés maradt itthon.
A másik pedig az, amire már akkor is, és azóta is nagyon sok mindenki fölhívta a figyelmet, hogy női művészként sokkal nehezebb volt érvényesülni a képzőművészeti életben, mint férfiként. És ez hosszú ideig, ez ma már nem így van szerencsére, de mondjuk 100 évvel ezelőtt ez nem volt egy könnyű dolog. De azért volt mégis jelentős, és itt a kútnak az érdeme, Vasari szerepe, hogy a sok női tanítvány együtt, egy közös magyar nőművészek egyesületeként azért egy nagyobb erővel tudott megjelenni a kiállítási szintéren, mint hogyha külön-külön egy-egy művésznő, és azért jó van művésznő, megveregetjük a vállát, aztán kiállítjuk valahová, majd megpróbáljuk molesztálni, típusú szituációk történhettek volna. Tehát ez egy nagyon erős társaság volt, és csak érdekességét mondom, hogy Kis Vilmának például ez a képe, ez Vasari János műveként került be a Nemzeti Galériába. Vasari talán a hagyatékából, nyilván a mesternek adta a Vilma, és azt mondta, hogy fogadj el, és kilógott a sorból, mert nem volt nagyon vasaris azért ez a kép, és csak jóval, tehát már a 2000-es években vált egyre világosabbá, hogy hoppá, hát ez nem Vasari, de még hogy nem Vasari, viszont egyre inkább világosabbá váltjuk, hogy ez Kis Vilma, aki egy csodálatos művésznő volt egyébként. Ugye Bartók Mária is egy művésznő volt, és egy festőnő ennek a társaságnak a tagja. Az ő portréját látjuk itt. Vagy ez a Leány Narcisszal 927-ből. Ezek nagyon-nagyon jó képek. És a Kis Vilma egy nagyon, hogy mondjam, csak egy aktív művésznő volt, aki egy időben ruhaszalont működtetett külföldön, aztán elment rajzfilm rajzolónak Párizsba, és amikor meghalt 1943-ban, hát úgy beszéltek róla, hogy az első magyar filmrajzoló művésznő halt meg, Kis Vilma. És akkor ő volt, hát 83-ban született, tehát 60 éves korában halt meg. És ugye ezt írja egy pesti újság, Párizsból kaptuk a hírt 43-ban, meghalt Kis Vilma festőművésznő és grafikus. Neve ismeretlen a nagy közönség előtt, de annál többet tudnak róla művész körökben. Élete hasonlított a mesebeli vándor életéhez, aki hegytetőre vágyott, hogy megfürdesse arcát a fényben. Egész életében mászta a hegyoldalt, küzdött az akadályokkal, legyőzte a szakadékokat, és amikor felért, elkínzott arcát odatartotta a nap meleg sugarának, és a fáradtságtól meghalt. Ez egy nagyon szép nekrológ, és nagyon sok minden benne van. Ugye 1931-ben a Nemzeti Szalonban rendeztek egy úgynevezett női nyolcak kiállítást, ugye a régi avantgárd nyolcaknak a mintájára, nyolc művésznő anyagából. Tehát ott lényegében ugyanez a társaság szerepelt, ezek mind Vasari növendékei voltak. Nagyon klasszak a képek, bennük van a modern, hogy mondjam, kicsit bennük van az Art Deco-nak a világa, a német új tárgyasság, tárgyilagosság, a Neue Sachlichkeit-nek a világa, érződik benne valami az expresszionizmus, egy ilyen finomított továbbéléséből. Nagyon-nagyon jó művészet, és ezek mind a 20-as éveknek az alkotásai. És nagyon-nagyon kevés van belőlük. De hát szerencsére, mondom még egyszer, ugye többek között a Kopocsi Anna, és egy nagyon jó tanulmányt közölt, és kutatott ki rengeteg adatot Kis Vilma kapcsán, és az Art magazinban közölte ezeket néhány évvel ezelőtt. Vagy ott van Járic Józsa, akit lehet, hogy többen ismerünk, de csak azért, mert majdnem 100 éves korában halt meg, lényegében kortársunk volt, 1986-ban halt meg. Ő 24 és 30 között ugye tánctanárként dolgozott Párizsban, és egy nagyon modern életreformot képviselt, sok filozófiai művet olvasott, volt egy sajátos világ szemlélete, aminek ugye az volt a lényege, hogy a természet, a nap, a hold, az égi testek, ezek mind hatással vannak az emberre, és az embernek ugye úgy kell lenni, föl kell venni a természetnek a ritmusát, nem lehet az ellen
élni. Tehát az úgynevezett nagyon egészséges életmód, nagyon a természetbe való beleágyazottság, ennek egy nagy divatja volt igazából a 20. század elején is, és hát lehet, hogy ez is közrejátszott abban, hogy hát 93 éves korában halt meg 1986-ban. Férjhez soha nem ment, lehet, hogy ez is segítette az ő hosszú életét. Egy fiatalkori szerelméről tudunk, egy román származású festőről, Pászk Jenőről, Eugen Pászkú, aki ugye magyar néven is közreműködött a magyar művészeti életben, ez még a 1910-es években volt. Ő nagyon szerette Pászk Jenőt, mert egy ilyen raffaellói figurának látta, és aztán egyszer csak megszakította a kapcsolatot vele, és aztán többet nem tudunk. Szóval, és egy jómódú teremtés volt, tehát jó családból származott, polgári családból, és nagyon érdekes ugye az ő festői életműve szempontjából, hogy például az édesapja az nem nézte jó szemmel ezeket a modern képeket, és ő maga írja, Járici Józsa, itthon a képeim nagy megrökönyödést keltettek. A mama kijelentette, hogy megbíráltatja egy festővel, például Kézdi Kovácssal. Kézdi Kovács László egy rettenetesen rossz festő volt, műkritikus és festő, ugye, de borzalmas, ilyen nagyon gicses erdőbelsőket festett, mint a Mednyánszkinak a elgicsesített változata lett volna. Tehát ő vele bíráltatják meg a képeit. Ó, borzalom! Én kaptam ezen, de azt proponáltam, hogy Lipronaival, aki jelenleg a legnagyobb magyar festő, tehát ő vele bíráltassák. Papa pedig Margitait, Bencz úrt és hasonló nagyságokat állít elém példakép gyanánt. Mit telt erre egyebet az ember, mint hagyja borsózni szeliden a hátát, és halkan felforra vére, vagy nevet. Nagyon aranyos és szimpatikus attitűd. Ami másút nem esik meg velem, itthon igazán dühbe tudnak néha hozni és felingerelni. Papa, mama néha valósággal dühöngenek, kiabálnak, hogy lehet így festeni. Ez már az otthon gyönyörei közé tartozik. Tehát ez nagyon édes, ez a tulajdonképpen szeretetteli felháborodás, hogy milyen hülyék az én szüleim. Miközben, ugye, és feltétlenül, hogy ilyen képeket láthatott a papa meg a mama, nyilvánvalóan el van rajzolva ez az akt, de összességében ez egy lenyűgözően, hogy mondjam, csak pozitív sugárzású kép. Nyugodtan bevallhatjuk, hogy ez jól néz neki otthon a lakásunkban. Ez nagyon jól néz neki. Ez büszkén mutogathatnánk. Ugye, ezek fantasztikusak. Van egy nagyon jellegzetes stílusa, kialakult így a 20-as években Járici Józsának. Ez a kicsit ilyen foltszerűen festő, nagyon grafikus jellegű, tehát nem pasztózusan, vastagon, zsírosan festeni, hanem szinte, mintha ilyen textil, vagy goblen, vagy szövet lenne a kép, olyan érződik a festéksávok közötti szünet, a levegő, de nagyon-nagyon finom dolgok, nagyon eredeti kompozíciók, és nagyon színesek. Tehát nyugodtan lehet szeretni Járici Józsát, még akkor is, hogyha nem nagyon ismerjük. És persze a festészete tele van ugye filozófikus, meg misztikus gondolatokkal, pontosabban a gondolkodása, amit a festészetben is próbál ugye megjeleníteni. 930-tól valamelyik rokonánál, onnantól kezdve majdnem minden nyarat Kiskun Majsán tölt, és rettenetesen megszerette az alföldi nyarakat, és akkor ugye, hát ez egy nagyon szép kép ez a vonuló csorda, alul a csorda, középen a fasor, fönt pedig a felhők, vagy a jó ég tudja mi, egy ilyen különleges, ornamentus, vagy valami szimbolikus mintázatot alkotnak. Tényleg szinte olyan, mintha a természet egy ilyen ünnepi keretbe foglalná ezt a mindennapi látványt, hogy vonul a csorda. Szóval ez nem olyan, mint mondjuk Mednyánszkinak a csordái, vagy a Lotz Károlynak a tehenei. Ez egy egészen átszellemült és filozófikus felfogása a magyar tájnak, meg a magyar világnak. Ebbe a körbe tartozott Cilich Anna is, nagyon jó barátok voltak ezek a művésznők egymással, de hát amint látjuk, ugye ő nagyon fiatalon meghalt, nagyon kevés kép maradt tőle,
Viszont van egy elég terjedelmes önéletrajza, amiből meg nagyon sok minden kiderül ennek a művész társaságnak, meg az ő saját életének a dolgairól. Tehát kicsi, 25 év, tüdőbeteg volt, szegény, és aztán évekig küzdött a betegségével, mire meghalt. Kevés műve van. Na, ő is ez a társaság volt, de amikor meghalt 23-ban, ugye akkor még a Kutnak híre hanva nem volt, de valamilyen módon őt is a sajátjukként tartották számon ezek a kiváló művésznők. És ugye elérkezünk 27-hez, mert tessék megérni, nem fogok minden évről ilyen hosszan beszélni, csak a 27 az azért fontos, mert ekkor válik egy jogilag bejegyzett társasággal, a képzőművészek új társasága. Tehát azt mondják, hogy igen, akkor ez lehetséges, van ilyen, hogy Kút. 1927-ben tiszteletbeli taggá választják kicsodát, Klebersberg Kunót. Lehet, hogy ide jött a hírnök, és azt mondta, hogy méltóságos, nagyságos, nem tudom milyen uram. Valami képzőművészek új társaságától jött egy levél, tegye csak le, fiam, oda. Aztán megnézte, és azt mondta, hogy tiszteletbeli tagja engem, ha se tudom, kik ezek a festők. Vagy mit tudom én, hogy lehetett, de a lényeg az, hogy mégiscsak összeértek a szálak, úgymond a nagypolitikával. És ez mit jelent? Hogy ezek a modern szellemű művészek, ezek, hogy is mondjam csak, nem finnyáskodtak attól, ha egy vezető politikus felé nekik gesztust kellett tenniük. Manapság mindenki borsolik, hogy ezzel a politikus, ettől nem fogadom el a Kossuth díjat, attól nem fogadok el ilyen díjakat, meg olyan díjakat. Ez egyszerűen, én azt gondolom, hogy nevetséges. A díjakra nézve megalázó, én azt gondolom, hogy nyugodtan el lehet fogadni számunkra nem rokonszenves politikustól is a Kossuth díjat. Végülis a színesbőrű Jesse Owens is elfogadta a Hitlertől a müncheni olimpia aranyérmét, és senkinek nem jut eszébe, hogy emiatt ugye Jesse Owens-t valamilyen módon megvégezni, hogy ez Hitlerrel kezdett fogott. Az amerikai elnök nem fogott vele kezet, mert színes bőrű volt, de Hitler az kezet fogott vele. Ezt egyébként csak olvastak, milyen érdekes. Szóval sokféle a világ, sok árnyalata van ennek a világnak, de a lényeg mégiscsak az, hogy az amerikai elnök azért nem gázosított el több millió embert. Szóval nem egy ilyen készfogáson múlik, de ez is egy érdekes, hogy mondjam csak, adalék azért a világ történetéhez, meg ahhoz, hogy mit gondoljunk előítéletekről és egyebekről. Szóval nem illetlenség elfogadni a Kossuth díjat attól se, akit nem szeretünk. És egyrészt, másrészt pedig azt is mutatja, hogy a Klebersberg Kunó valószínűleg egy vállalható figura volt. És nem azt mondták, hogy te mindenféleképpen valakit a kormányból találjunk, akit a tagjaink közé fogadhatunk. Szóval ez volt 27-ben, és akkor egyszer csak ugye az Est megírja, Vasari János elmondta, miért lépett ki a Kútból. Nem derül ki a cikkből, de azért szeretnék felolvasni valamit. Tegnap, április 1-e, tegnap felkerestük Vasari Jánost műtermében, hogy magától a mestertől kérdezzük meg, mi indította erre az elhatározásra. Vasari éppen a párizsi szalon legközelebbi tárlatára készülő, megrendítő hatású Golgotáján dolgozott. Ezen. Ugye ez a nagyméretű kép, ez nálunk van az állandó kerítésen, ez egy 3 méteres kép, ez tényleg döbbenetes. Az ember odaállja, és úgy érzi, hogy rá zuhan a Krisztus teste. Fantasztikus kép. Még egy Golgota az előzőekhez képest. A már kiszenvedett, az összecsuklott, a fejét mellére ejtő Jézust festette meg Vasari megrázó erővel. A műterem egyébként is tele van érdekes vázlatokkal, stb. Vasari János, mielőtt rátért volna a kérdésnek lényegére, elmondta a Kút megalapításának történetét. A progresszív művészet az igazi nagy kapcsolat a nyugati kultúrával, hangoztatta. Ebbe a nagy modern formakeresésbe kell bevinni a magyar gondolatot. Ez a formakeresés persze sok rétegre tagozódik,
impresszionizmusra, posztimpresszionizmusra, kubizmusra, expresszionizmusra. Ezek a művészi árnyalatok, a progresszív művészet sokfélesége mind bejött és teret kapott a kútban. A magyar faj persze nem reagál mindenre. A kubizmusra is már csak hézagosan, az olaszos futurizmusra pedig egyáltalán nem. A fejlődés természete diktálja, hogy a megerősödött irányok kiváljanak, és maguk igyekezzenek megizmosodni. A progresszív művészetünknek sajnos ma még nincsen piaca, ez lehet igen nagy baj, de művészeti szempontból mégis azt kell mondanunk, hogy nem szabad megalkudni. Hát ugye azt mondanánk, hogy hát ez így nem egészen jó, ez nem teljesen világos, hogy itt mire gondol, hogy a magyar faj az nem reagál a kubizmusra, tehát ma nem lehetne ilyet leírni. De akkor ezt teljesen normálisan gondolták. Nyilván arra gondolt, hogy a magyar emberek, vagy a magyar kultúra, de akkor simán használták ezt, hogy a faj. A magyar faj az már pedig ilyen. És aztán mond egy nagyon jó mondatot Vasarin, hogy tulajdonképpen a kút az olyan, mint egy családi ház alapjaira épített felhőkarcoló. Tehát nem elég stabil. Túl sok minden van benne, és dülöngél és fogyadozik. Majd rátér arra, hogy miért vált ki a kútból, és nem találtam egyetlen olyan mondatot sem, amit idézni tudnék, mert teljesen zavarosnak tartom egy szegény Vasarin mester. Megint csak a progresszióról, meg hogy bizonyos irányzatok jönnek, meg mennek, meg így értjük, meg úgy nem értjük egymást. De a lényeg mégiscsak az, hogy ott hagyta őket. De hál' Istennek az élet nem állt meg. Ugye a kút 1926-tól már kiadott egy évkönyvet, vagy egy folyóiratot, aminek hát a sorsát nagyon szépen mutatja az, hogy annyiféle tipográfiával jelent meg, hogy követhetetlen. Tehát megint csak az a bizonyos egység hiányzott belőle. Ebben reprodukciók, cikkek jelentek meg, és hál' Istennek ez a szögletes kút felirat, ez nagyon sok festményen visszaköszön, tehát szinte ez vált emblémájává a kútnak. Ez Sugár Andor, ugye a szocialista festőkhöz tartozott, ez Sugár Andornak a képe, egy úgymond kutas csendélet, vagy itt van Kmetti Jánosnak egy nagyon szép csendélete, a csendélet kúttal. Ezeknek az adja az értékét ezeknek a képeknek, hogy egyrészt ugye mondjuk úgy, hogy modern képek, tehát a kubizmusnak egy ilyen szelidebb változatát képviselik, de emléket állítanak a kútnak, ennek a művésztársaságnak. És persze, mi történt 27 után? Az történt, amit az előbb is mondtam, hogy az élet nem állt meg. És kiváló művészek jelentek meg a kút kiállításain, és ezekből most említenék néhány nevet, és mutatnék néhány képet. Én azt gondolom, hogy messziről, így közel 100 év távolából érződik valami fajta egység ebben a művészetben, és ez pedig az, amit úgy mondanék, hogy egy ilyen szelíd modernizmus, tehát van benne egy igény a forma leredukálására, a látványnak a leegyszerűsítésére, egy bizonyos geometrikus szerkezetességnek a hangsúlyozására, de mindig van benne egy finom líra, kevés, igazából drámai vonulat nincs a kút festőinek az életműveiben. Tehát tulajdonképpen egy olyan festészet, ami arról szól, hogy a világ szép, a jó képeket, a szép képeket érdemes megalkotni, mert szebbé válik tőlük a világ. Akár el tudjuk őket adni, akár nem. Nincs bennük semmi görcsösség és semmi nagyot mondani akarás, ami ugye az avantgárd festőiben benne van. A nyolcak festőinél néha azt érezzük, hogy akkorákat mondanak, vagy próbálnak, ugye, amit aztán valójában a festői teljesítmény nem ér utol. A kút művészeinél az az érzésem, hogy ők nagyon jól ismerik és kiismerik a saját határaikat, és nagyon biztos és finom ízléssel dolgoznak. Sok évvel ezelőtt
Egy ismeretlen festmény került így a szemünk elé, és kollégáimmal beszélgettünk róla, hogy vajon ki lehet, kit mire emlékeztet. És az egyik kollégámnak volt egy zseniális mondás, azt mondta, hogy ez nem tudom kicsoda, de olyan kutas. És ez valóban igen, ez valóban egy találó jelző. Tehát van a 20-as, 30-as évek festészetének ez a, hát mégiscsak, megint csak azt mondom, hogy ez a szép, könnyű, érthető modernizmusa, ami ott van a kultművészeiben. És akárki, aki abban az időben így dolgozott, Farkas Istvántól, Czóbel Béláig, meg sok mindenki, az előbb-utóbb megtalálta az utat a kútba. Ha csak egy kiállítás erejéig, vagy egy közös, mit tudom, megjelenés erejéig. És azért ez egy nagyon nagy dolog, hogy nagyon sokféle, és nagyon változatos, de ugyanakkor nagyon magas színvonalú művészetet látunk a kút kiállításai. Bene Gézától mutatok néhány tussrajzot, de ezek nagyon-nagyon szépek. Ugye ő Vasari tanítvány volt. Ami igazán nagyon szép a Bene Gézánál, ezek a kompozíciók, női portrék, általában a feleségét ábrázoló képekről beszélünk, ahol fölrajzol egy színsémát, ugye a okkert, sárgát, kéket, szürkét, és erre a szín sémára rárajzolja a képet. Tehát a szín kompozíció és a rajzolt kompozíció az olyan, mint két külön világ, ami egymásra vetítődik. És nagyon, hogy mondjam, csak vannak áthatások, tehát érezzük, hogy az a sárgás, okkeres szín az a nő hajának a szőkesége, de túl is megy rajta, a másik oldalon már nem szőke a haja, hanem ez a lilás szürke. De ez egy nagyon-nagyon szép és dekoratív és finom látásmódra val. Ugye Benénél mindig megvolt ez, hogy a szín és a formának két különböző rendszere van egymásra kopírozva, akár az olajképein, akár a grafikáin. Vagy itt van Gadányi Jenő, szintén Vasari tanítványa volt. Az ő festészete is rendkívül derűs, kicsit hasonló, ez is ahhoz, amit a Bene Gézánál mondtam, hogy van a szín, és tőle függetlenül a forma éli a maga életét. Ezek a, hát kubistának mondhatnánk ezeket a csendéleteket, tényleg kicsit olyanok, mint a késői kubizmus, a Juan Gris kubizmus, az úgynevezett szintetikus kubizmusnak a képei, ahol nagyon fölismerhető már a tárgyaknak, a motivumoknak a karaktere meg a világa, de van bennük valami, hogy mondjam, csak olyan filozófikus okosság, ugye egy szőlőfürdben, meg egy pohárban, ahogy az le van rakva. Tehát nem az van, hogy naturalista módon megfestem, hogy na milyen, hogy is néz ki az üvegpohár, na még egyszer, hát ha sikerül, hanem néhány gesztussal, nagyon elegánsan érzékeltetve vannak a formák, bizonyos formákra nagyobb hangsúly kerül, mások csak elmosódnak, csak egy rendszerként, vagy egy ilyen háttérbeli struktúraként élnek, és ez ad az egésznek egy ilyen érdekes zenei ritmust, és tulajdonképpen azt mondom, hogy egy szép karakter. Ezekben nagyon lehet gyönyörködni Gadányi Jenő festményeiben. 4 évvel ezelőtt volt egy nagy életmű kiállítása a Műcsarnokban Gadányi Jenőnek, nagyon-nagyon szép dolgokat láthattunk. Frank Frigyes, sosincs ott a nagy magyar művészet történetben, pedig egy nagyszerű művész volt, ugye főleg a korai, a 20-as, 30-as évekbeli képein, ez egy párizsi omnibuszt ábrázoló képe, ahol szándékosan meg van billentve ugye a képnek a viszintes tengelye, tehát nem a kép, nem rosszul raktam be a képet, hanem így mutatja ebben a dölésben, ami ad egy dinamikát ennek az egésznek. Ki van írva, hogy opera, mint a megállónak a helye, a jó ég tudja, hogy hogy is nézzük. Aki kitekint a képből, ez a szép fiatal asszony, ez meg a, hát nagyon emlékeztet a Frank Frigyesnek a feleségére. Zseniális ez a kép is, ugye egy szobabelsőt és egy teraszt látunk, ez egy kép, amin egyszerre van a kint és a bent világa, iszonyatosan friss, derűs, tiszta színekkel, egy nagyon-nagyon
Azt mondanám, hogy modern, franciás festészet ez. Ugye Németh Lajos nagy professzorunk volt, tanszékvezető volt a 70-es, 80-as években, a művészettörténet tanszéken, sok jó könyvet írt, és sok jó tanítványa volt. Tehát ő mondta azt, hogy a kút festészete az tulajdonképpen az École de Paris, tehát a párizsi iskola világa, a franciás festészet a magyar művészetnek a történetében. Ez is Frank Frigyes, ez valami hordótelep. Tessék elképzelni, hogy ez kitekint az ablakából egy téli udvarra, és ott vannak a hordók, kocsik, meg egyebek. Milyen bátor látvány, hogy fölülről mutatok egy ócska udvart, és festőileg pedig, mint képként pedig egy csodálatosan izgalmas és mozgalmas kompozíciót kapunk. Tehát ebben a képben lehet gyönyörködni. Ezt egy mesekönyv illusztrációjaként használjuk, egy kisgyereknek minden éjszaka, vagy minden este el lehetne mesélni, hogy mi van a képen. És mindig más lehetne róla mondani, és a gyerek mindig élvezni. És a végén elárulnak neki, hogy ezt Frank Frigyes festette. Klee Zoltán, ugye ő is monumentális életkort élt meg, ő is Vasarinnak a növendéke volt. Tehát van egy kicsit ilyen szürreális világa Klee Zoltán festészetének, a tájak, meg az aktok, ugye nagyon képzeletbeli világ, de igazából ez is a magyar modernizmusnak egy ilyen derűs, optimista, és hát azt mondanám, hogy egy ilyen nagyon közérthető vonulata. Nagyon sok művésznő van egyébként a kút környezetében, a Vasari tanítványok a női nyolcakon kívül is, az egyik legismertebb Gyenes Gitta, aki tényleg megint csak azt mondom, hogy egy nagyon-nagyon tetszetős és nagyon szép életművet hagyott hátra. Akár meseillusztrációként is nézhetjük ezeket a gyönyörű képeket. Én persze látom ott hátul nagyban, és igazából gyönyörködök rajta, mert tudom, hogy milyen a kép, mert itt is látom, itt nem látom, de hogy ott, ahogy nagyban látom, hogy sokkal szebbnek látom, mint itt a monitoromon. Tehát jó érzés, hogy is mondjam csak, így nagyban, nagy méretben látni ezeket a képeket, és tényleg sajnálhatjuk, hogy olyan kevés állami megbízatást, lényegében semmit nem kaptak ezek a művészek. Milyen gyönyörű lenne egy Gyenes Gitta Gobelin valahol, egy nagy, mit tudom én, középületben. Ehelyett mindenféle hülyesége vannak kidekorálva a középületeik, egész őszintén szólva. Különleges figura Vaszkó Ödön. Ugye ő depresszióval, öngyilkossággal küszködött, de amit festett, nagyon kicsi az életmű, az egy csodálatos és lenyűgöző életmű, és döbbenetes, hogy nálunk a Nemzeti Galériában egyetlen Vaszkó Ödön kép sincs. Igen, mert a 90-es években tanultam meg egyáltalán az ő nevét, amikor egy kiállításon láttam mondjuk 20 darab képét, és ez mind a mai napig talán egy vagy két magángyűjtő tulajdonában van. Fantasztikus festészet ez, ugye ez az a bizonyos új tárgyilagosságnak a világa, ez az objektív festészet, látszólag, de mégis érezzük azt, hogy ahogy ezt a festő asztalt megfesti Vaszkó Ödön, ez nem olyan, mint egy fénykép, tehát ebben lélek van, ahogy a tárgyakra odafigyel, ahogy a tárgyaknak a plaszticitását, a testiségét megadja, ahogy egyáltalán a részletekbe beletemetkezik. Tehát nem mindegy az sem, hogy milyen részleteket veszünk észre a világból, és a Vaszkóban tényleg az volt a csodálatos, hogy a legelemibb dolgoknak is olyan dolgokat és olyan sugárzással tudtam föl megtelíteni, hogy szinte beleborsózik a hátunk. Most egész őszintén, ha valaki elmondaná, egy festettem egy nagyon jó képet az esti ablakba, kiraktam egy ilyen hervat virágot és megfestettem, hogy a háttérben látszik még a gyárépület, és hát azt mondjuk, hogy ez nem olyan érdekes. Ugye mennyivel jobban hangzana, hogyha festettem egy óriási csataképet, amin mit tudom én, mi mindenki rajta van. Tehát a lényeg megint csak az, hogy nem a mit, hanem hogy hogyan látjuk meg a világot. És ez ugyanígy ott van a költészetben is, tehát amikor egy versben egyszerűen a rím kedvéért egy számnév hangzik el, hogy 1961 vagy 51-ben szívroham,
vagy ki néked írta minden versét anno 1911. Ugye itt most vegyesen idéztem Petri Györgytől, meg Keleti Artúrtól. Szóval hátborzongató tud lenni egy egyszerű momentum, hogyha jól van elhelyezve, ha jól szólal meg egy jó rím, vagy egy jó szó, egy egyszerű szó, ami ott a versnek a szövetében egyszer csak felragyog és elkezd sugározni. Na most a Vaszköldön képe is ilyenek, az ember nem gondolná, hogy egy nyitott ablak az milyen hátborzongató szép tud lenni, ugye? Vagy ez az esti táj. És ugye hát ezzel kezdtem, ezzel a képpel, ez volt a bevezető kép, és most akkor elárulom, fölfedem a nagy titkot, ez is Vaszkó Ödönnek a képe. Ez a, nem is tudom mi, a Budai Kert vendéglő, azt hiszem ez a címe. Nem tudom, hogy hol járunk, de nézzük meg, ez tisztára olyan, mint egy csontváry, ugye? Fönt a kék ég, szinte a színskála, minden színe látható a képen, alul pedig egy ilyen nagyon barátságos, meleg, narancssárga fényben a fák alatt, ott vannak a terített asztalok, és az emberek ott idogálnak, beszélgetnek. Tehát érezzük ennek a világnak egyrészt ezt a bensőséges biztonságát, otthonosságát, melegségét, és közben érezzük azt is, hogy ez a biztonság, meg ez a szépség, amit a világban mondjuk, amit mi itt megteremtünk magunknak, ez valójában mennyire határtalanul a nagyvilágban van beleágyazva. Tehát hogyha itt, hogy mondjam csak, ott az a háttérben lévő hegy egy vulkán lenne, és az kitörne, és betemetné az egész várost hamuval, akkor is ez a kis budai kertvendéglő, ez így maradna meg. Tehát ennek semmi baja nem lenne, ez túlélne minden katasztrófát, mert nem elszigetelve jelenik meg a világban, hanem tudomást vesz a világ mindenségéről, a alkonyati égről, a házfalakról, a hegycsúcsokról és egyebekről. Nagyon-nagyon szép kép. Én ezt egy kiállításon láttam, aztán véletlenül megismerkedtem a képnek a tulajdonosával, akinek egy nagyon komoly műgyűjteménye van, és mondtam neki, hogy hát igazából én nem vagyok műgyűjtő, de ezt az egy képet irigylem tőled. Mert ez, én azt gondolom, hogy ha ez az enyém lenne, akkor én ezt nagyon szeretném, ezt nyilván nem adnám el, viszont ha eladnám, akkor pofátlanul nagy összeget kérnék érte, mert tudom jól, hogy ez a két háború közötti magyar művészetnek az egyik legnagyszerűbb alkotása. Csak egy olyan művésztől, akiről nagyon keveset tudunk, pontosabban sok mindent tudunk az életéről, de akinek nagyon kicsi az életműve. De aki ugyanúgy ennek a kútnak volt az egyik tagja és egyik kiállító művésze, mint oly sokan mások azok közül, akiket megemlítettem. Folytathatnánk a sort, még nem értük el a 300 művészt, de nem jutunk el sem eddig se, hanem itt véget vetek az előadásnak. Én megköszönöm a figyelmet, és egybe felhívom a figyelmet arról, hogy mi vár ránk. Egy szép Koszta József képet mutatok. Koszta is ott volt a kút alapítói között. Ez nem egy kutas kép. De van egy nagyon izgalmas része a magyar festészet történetének, az úgymond alföldi festészet, aminek megint csak a nagy korszaka a két háború közé tehető, és ez a Koszta kép, ez pedig egy hátborzongatóan gyönyörű alkotás. Na, tehát erről lesz szó az alföldi iskoláról, az alföld festőiről, ha jól látom, november 24-én. Köszönöm a figyelmet!